így gyors meggooglizom. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban, mivel hogy elmúlt az április ideje egy áprilisi összegzésnek, ez a videó majdnem nem jött össze, mert ilyen kicsi hia volt, hogy áprilisban nem fejezek be csak egy könyvet, és az is egy nagyon rövid könyv, amiről nem is fogok most nagyon beszélni, de mindegy, de áprilisban sikerült két darab könyvet kiolvasnom, mert ez az április úgy tűnik, hogy ez ilyen mumusom, mert a tavalyi évben is pont április volt az, amikor két könyvet olvastam, és abból is az egyik könyv olyan volt, hogy nagyon-nagyon nehezen olvastam, hogyha valakit érdekel az a videó, akkor ide belinkelem, hogy tavaly melyik két könyvet olvastam áprilisban. Na de most azt nézzük, hogy idén áprilisban melyik két könyvet olvastam. Az első nem más volt, mint Cressida Cavettel az Innoved a sárkányodat negyedik része, vagyis... magyarul a címe. Az Így véd ki egy sárkány átkát, Innoved a sárkányodat negyedik rész. Ugye most újraolvasom a sorozatot, tehát erről így nem fogok külön beszélni. Van egy csomó Így neveld a sárkányodatos videó, azt ide belinkelem. Az a lényeg, hogy ebben keresik a gyógymódot a... Ez azért most, mivel angolul olvasom, nem vagyok tisztában a magyar fordításban, mi, minek a neve, szóval így most nem nagyon tudom mondani. Szóval egy sárkány megcsípett valakit, és arra keresik a gyógymódot, így ennyit tömören, hogy miről szól ez a könyv. És erről ennyi, mert ez újraolvasás volt, tehát így friss dolgot nem tudok róla mondani. A másik könyv, amit sokáig tartott elolvasni igazából két okból, az Jojo Moyes-tól az Álmok nyomában. Azért tartott ezt nagyon sokáig kiolvasnom, mert egyrészt nem nagyon volt időm olvasni, meg energiám sem. Másrészt igazából kicsit szenvedtem ezzel a könyvvel, amit azért sajnálok, mert egy barátnőmtől kaptam kölcsön, és hát szerettem volna, hogy jó legyen, de most egy kicsit szidni fogom, mert... Hát az a helyzet, hogy hát lovas könyv, az volt így az alapmotivációm, hogy azért olvassam el, hogy mert lovas könyv, és szerettem volna egy lovas könyv ajánlót csinálni, amit még így is meg fogok tudni csinálni, csak feleslegesen vártam meg ezt, ennek a könyvnek az elolvasását azzal. Mindegy. És hát a lovas része az igazából beteljesült, csak az a probléma, hogy a karakterek annyira bugyuta módon viselkedtek, és így számomra érthetetlen módon cselekedtek, mert az egész konfliktus, igazából a fülszöveg az nagyon rejtélyesnek írja le ezt a könyvet, de így amikor kiderült, hogy itt van ilyen hogy titok, meg mit tudom én, amikor ezek kiderültek, akkor néztem, hogy ja, hogy ez volt az. Értem. Hát ez tényleg hatalmas titok volt. Sorsfordító titok. Szóval az a lényeg, hogy ebben a könyvben az volt nagyon kiakasztó számomra, hogy az egész cselekményt az vitte előre, hogy senki nem beszélt senkivel, semmiről. És ez nem úgy volt megoldva, mint az, amit sohasem mondtam el, mert ugye annak az volt így az alapja, hogy azért történt az, ami történt, és így visszamentünk és felkutattuk, hogy kinek mit nem mondott el, és ezért történtek a dolgok. De ebben meg ez konkrétan a drámát keltette csak, és mindenki hisztizett mindenkivel, és fú, a hajamat akartam már tépni a végére, mert tényleg annyira egyszerű lett volna csak elmondani. Tehát az alap... Szerintem ez nem spoiler, mert ez már ugye az elején kiderül, már mint az a 100 oldal után, mikor végre elindul a dolog. Mert ez egy 540 oldal körüli könyv, és 100 oldal természetesen kell a felvezetéshez. És az alap első problémát az jelenti, hogy Sara, akinek rosszul lesz a nagyapja, stroke-ot kap, és... hát gyámság alá helyezik, nem mondja el, hogy neki van egy lova. Úgyhogy elszakik az iskolából, vagy hát lóg az iskolából, nem mondja el az adott nevelőszülőknek, hogy hova megy, és ugye ebből alapból van a probléma, hogy ezt nem kéne csinálnia, de hát mennie kell a lovához, de nem mondhatja el, hogy lova van, és így sokkal egyszerűbb lesz volna, ha csak beszélsz. Na mindegy, és utána sem, meg milyen... Jó. Lehet, hogy ez a probléma, hogy én már túl sokat olvastam, és túl sokat gondolkodok, de tényleg ez annyira idegesített, hogy ráadásul ott volt a másik szereplőnk, Natasha, aki szintén kiakasztott, mert ő meg olyan dolgokon tudott olyan felesleges drámát csapni, hogy
az még rosszabb volt, mint a 14 éves tini lánynak a drámázása, tehát atyaig. Na mindegy. Szóval ez a könyv ez így annyira nem nyert el a tetszésemet, az az utolsó 50 oldal, az utolsó 100 oldal körül, akkor már így gondolkodtam, lehet csak meg kéne adni neki a 3 csillagot, de végül 2-t adtam rá, mert úgy voltam vele, hogy ha 500 oldalból 400 olyan volt, hogy nem, akkor maradunk a 2 csillagnál. Úgyhogy ez sajnos így ilyen olvasmányélmény lett. És hát igen, ennyi könyvet olvastam ki áprilisban. Körülbelül 700 oldal mondjuk, ami úgy egész jó. Ja, szóval én ezeket a könyveket olvastam áprilisban, kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok el áprilisban. És annyit még így gyorsan végére beszúrok, hogy most már majd lemennek az érettségi írásbelik, és lesz időm, és most már visszatérek rendszeresebben a csatornára, úgyhogy még élek és folytatom, csak ez az április, ez sűrű volt. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!